A tízállomásos Szinkronus World Series májusban Budapesten is megáll egy állomásra, aztán júliusban junior világbajnokságot rendez nálunk a sporták, amelynek magyar válogatottját orosz edző vezet évek óta, a junior a koreográfusa pedig egy négyszeres olimpiai bajnok, orosz szakember, Iker Bernadett szövetségi elnök a vendégünk. Jó reggelt kívánok, kezdősokon! Jó reggelt! De most, mint az előbb elárultam, most egy olyan vezetővel beszélgetek, akinek a csapata hétvégén nem kapott ki a kazahoktól. Igen, ez tényleg így van, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy Szlovákiában a legutolsó nemzetközi versenyen, ahol megmérettetésre került a junior csapat, ott hosszú szóló programban sikerült legyőzni a kazakokat, úgyhogy ez volt az első hír, amit gyorsan WhatsAppon elküldtem mindenkinek, hogy nekünk sikerült igen, tehát hogy ez a szépség tapaszt, ez a hétvégi szlovákiai kupa, miért volt fontos a felkészülésben? Jól szerepeltek valóban, hiszen egyéniben és csapatban is volt érem és elsőség. Igen, összesen négy aranyérmet hoztunk el Szlovákiából, mert duóban, szólóban, illetve a két csapat számban is sikerült nyerni. Minden verseny fontos, mert gyakorlatilag március elején kezdődik el a nemzetközi versenyszezon, úgyhogy az elmúlt három hétvégén már versenyeztek a, a lányok, és ahogy hétről hétre mennek a versenyek, egyre jobb és jobb formába tudnak kerülni, mert hiába a sok gyakorlás a gyakorlások űrök, egyszerűen a versenyrutint azt újra meg újra meg kell szerezni, amikor elkezdődnek a versenyek. Tegnap már elutaztak edzőtáborban, úgyhogy két hétig. Dubajoznak most. Igen, Na, igazából a lényeg az, hogy 8 fél órát edzenek minden nap, és úgy érkeznek meg, hogy egymást után követő két hétvégén a Magyar Bajnokságon vesznek részt. Miért volt fontos egyébként, hogy már az idei junior világbajnokságot mi rendezhessük? A rivális kanadaiak könnyen belementek ebbe a felállásba, vagy akkor ők kapták meg a 2019-est? Nem, hát ez ugyanúgy működik, mint az ez üzleti, volt, igaz? <laughs> üzleti életben, hogy ezért kőkeményen meg kell harcolni. Nyilván nagyon fontos volt az, hogy a 2017-es fina VB-t mi nagyon sikeresen megszerveztük, jól szerepelt a magyar csapat, mert nyilván az is kell hozzá, hogy, hogy valamilyen eredményt is lehessen felmutatni. Aztán nyilván nem utolsó szempont az, hogy van már egy olyan medencénk, ahol világversenyt lehet szervezni. Sajnos a helyszín az nem a Vajdahunyadvára lesz nyitott medencével, de azt gondolom, hogy a Duna Arena egy fantasztikus helyze, hely, helyszín, és ott van először három méter mély medence, ahol hivatalosan fina szinkronuszó versenyeket lehet rendezni. És hát azért ebbe a csatába beszállt Gyárfás Tamás is, aki korábban az Úszószövetségnek Szövetségnek volt a az elnöke, és sokan ismerjük arról, hogy harcol a végletekig, hogy megnyerjünk valamit, úgyhogy ő is kellett hozzá, hogy ez sikerüljön. Ehhez a lobbizáshoz. Előtte ez a bizonyos World Series budapesti állomás, ez a rendezvény szempontja, a nagyság szempontja, mert egy nagyon fontos tízállomásos felnőtt verseny, de mégiscsak egy főpróbának tekinthető majd a világbajnokság előtt, a junior világbajnokság előtt? Tekinthetjük főpróbának is, bár, bár ez olyan főpróba lesz, ahol már ott van mindenki, a nézők és mindenki, azért nagyon fontos, mert múlt évben indult el ez a világkupa sorozat, és, és igazából a, a sporttal a dolga van a, a finának is, az olimpiai bizottságoknak is, hiszen annyi sok lehetőség van, amin az emberek részt vegyenek, annyi sok információ éri az embereket, hogy egyszerűen pozícionálni kell a különböző sportokat is, ebből emlül ki a szinkronózás sem. Tehát a világkupa sorozat az, amivel igyekeznek a nézőket behozni, megmutatni azt, hogy hogy nem csak sportértéke van a szinkronózásnak, hanem, hanem, gyakorlatilag egy picit megy el az egész a show business irányában, a cirkusz világába, és ez lehetőség arra, hogy itt Budapesten is megnézzük a világ élvonalát, illetve a magyar válogatottat is. Ilyen szempontból milyen nézőközönségre, milyen érdeklődésre számíthatnak, kihasználva nyilvánvalóan azt a lendületet, amit a tavalyi Pizes világbajnokság nagy sikere és nagy sikere is megalapozott. Ugye a világbajnokságon tehet házzal ment az összes Igen. rendezvény, úgyhogy ez a cél most is, úgyhogy a Duna arénában körülbelül 5000 néző fér be, úgyhogy az a cél, hogy minél többen ott legyenek és lássák a válogatottat is, és akár az orosz csapatot, akár az ukránokat, akár a spanyol kombót, jönnek Üzbegisztából, Szlovákiából, Izraelből, tehát az, ilá, a világ élvonal a környező országok és a magyar válogatott is itt lesz. A Magyar Szinkronuszó Szövetségben is egyáltalán a, ebben a sportákban ö, nagy előny most, ha valaki tud oroszul? Elég, <laughs> Nagyon komoly ahol... orosz emberek dolgoznak a válogatottak mellett. Igen, van, aki különben beszél oroszul, de azt gondolom, hogy Natália egyre jobban beszél magyarul, legalábbis érteni már mindent ért, és hát a lányokkal angolul kommunikál. Ugye ő 2010-ben vette át a szinkronoszó válogatottat, mi az, amiben leginkább látja a szövetség a munkájának a sikerességet? A kűröknek a, a, a színvonala lett erősebb. A Oroszországban nagyon feszes tempó van, gyorsak a kűrök, feszesek a mozdulatok, emeléseket, dobásokat víz bele Natália. Tehát igazából tényleg a, a tempó, a ritmus és a, a, a kűröknek a koreográfiája az, ami sokat változott. És hát természetesen az edzés munka, mert napi négy óra alá nem adja a Natália. Végén hadd kérdezzem, mert ugye itt van az olimpiai bajnok Anasztázia Jermakova is, aki a juniorokat segíti edzőkoreográfusként. Vele is hosszú távon gondolkodnak? Minden pénz kérdése. Nyilván Anasztázia nagyon jó kűröket rakott össze, és szeretnénk vele hosszú távon dolgozni, de ez is pénzbe kerül, úgyhogy ezen dolgozunk, hogy minél stabilabb háttere legyen a sportna. Hát akkor sok sikert kívánok, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönjük.